A mi csapatunknak meg kell akadályoznia, hogy a te csapatod beletaláljon ebbe a konzervbe. Mi pedig megakadályozzuk, hogy ti beletaláljatok ebbe. Hát, az nem fog megtörténni. Gyerünk, Ryan! Igen! 1-0 nekünk! Ez nem ér! 3-2 ellen! Nem igaz! 3-3 ellen, Derek! Hiszen nálatok van a szuper pingvin! Igen, így van! El se hiszem, hogy rokonok vagyunk, Norman Price! Mike, jobb lesz, ha sietsz. Kezd sötétedni. A gyerekek nem fogják látni, mit csinálnak. Haha, most már fogják. Tada! Úgy látom, készen vagyunk, uram, és homok is maradt. Csodálatos! Az öreg rázd meg módszer mindig! Jól vagyok! Még jó, hogy maradt egy kis homok, uram. Rázd meg, Sam? Rázd meg, Ellie. Ennyi! Nem játszom vele tovább, Norman! Se a vacak pingvineddel! Ne hallgass rá, Pingi! Gyere, megmutatjuk nekik! Norman! De elég! Én kiálltam melletted! Mindenkinek azt mondtam, hogy szuper pingvin vagy! De csak elestem miattad és kinevettek! Derek jól mondta! Te tényleg egy vacak pingvin vagy! A reflektor! Gyertek le a jégről! Nem megy! Hívom tűzoltó szemet! Vigyázz, Norman! Vízbe esett az evezőm! Szerintem még elérem! Jaj, ne! Az egyém is beesett! Elsodor a víz! Csak egy megoldás van! Segítség! Ez meg mi? Ez segítség! Norman és Derek! Ó, egek! Sam! Segítség! Elsodor az ár! Kapjátok el a végét! Kösz, tűzoltó szem! Köszönjük! Lehetnétek kissé körültekintőbbek. Bocsánat, Sam! Sam bácsi, oda néz! Jaj, ne! El kell oltanunk, mielőtt terjedni kezd! Hé, hol vannak az ütők? Amik? A gumilapátok! Szóval az a helyzet, hogy az volt az evezőnk. Utoljára a vízben láttuk, ahogy elsodorja a víz. Mindenről Norman tehet. Nem érdekel, hogy ki tehet róla. Ha nem oltjuk el azonnal a tüzet, villám gyorsan terjedni kezd. Nem tört el. Úgy látom, csak egy kis zúzódás. Hála az égnek! Mondja, mi az ördögöt csináltak itt? Mi csak kandisztunk. Értem, de remélem előtte mindenki bemelegített. Nos, én... És fokozatos volt a terhelés. Erdőtűz a malom közelében. Erdőtűz a malom közelében. Megállni! Most hová indul mindenki? Ez a csapat nem alkalmas most a mentésre. De tűz ütött ki az erdőben. Attól tartok, uram, ez most a mi dolgunk lesz. Tessék! Igen, hogy mi? Én megyek, hozom a sisakomat. Mindenki húzódjon hátrébb! Mindjárt érkezik az erősítés.
És hol vannak a többiek, uram? Később elmagyarázom. Mi jöttünk és készen állunk a mentésre. Értettem. Akkor oltsuk el ezt a tüzet. Maguk vigyék a tömlőket, én pedig majd csapkodom. Így. Miniatűr kert a miniatűr házamhoz. Igen. Most ragasszuk a helyre az ászlórudat. Vigyázz, nedves a... Festék. A mini kocsim. Vigyázzon a... Bocsánat, Steel parancsnok úr. Azt a kabajodott tömlőjét, a falum! Oké, csapat, szedjük össze végre magunkat! Igen, Steel parancsnok úr! És most, élőben a ringben, a szemetek láttára megszelítitek egy vad és egzotikus oroszlán! Íme a vad emberevő oroszlán! Hazamegyek játszani a bélyegeimmel. De nem láttátok még az oroszlán fantasztikus trükkét, amint átugrik a csodák karikáján. Oroszlán, ugorj! Ez könnyű, te féleszű macska, nézd! Mi? Hol vagyok? Ez a legrosszabb cirkusz, gyerünk! Le! Ha most elmentek, lemaradtok az elképesztő fináléról! Mi lesz az elképesztő finálé? Meglátod! Így mindjárt jobb! És még fel sem kapcsoltuk a fényeket. Az újrahasznosított karácsonyi égők felvillanyozzák a falut. Ne! Ez a Flatheart-nál! Semmi baj, uram! Mindent kézben tartok! Szegény, ártatlan falucskám! Íme! Az elképesztő cirkuszi birkáim! Na, ez már szórakoztató! Várj, amíg meglátod, hogyan ugrik át az ingatag torony felett! Ugorjatok, gyapjas csodáim! Birkák, azt nem fizetted ki? Na, ez nem igazság! Lemaradok a meccsről emiatt a fránya piccolyat! Ezt nevezik támadásnak! És ezt védekezésnek! Így nem sok tennivalónk marad itt. Akár haza is mehetünk. És nézzétek ezt az ollórúgást! A hátam! Ez a pizza kicsit füstösre sikerült. Talán túl füstösre is. Jaj, ne! Segítség! Tűz van! Tűz van! Gól! Tűz ütött ki a körmöspálcási parkban. Tűz ütött ki a körmöspálcási parkban! Penny, mi elkezdjük oltani a tüzet a domb aljáról. Elvis és Eli, ti tereljétek le a nézőket a lelátóról. Levegő 100%.
mindenki biztonságba került. Mikor tűz üt ki egy lejtőn, az a legfontosabb, hogy maradjunk a lángok alatt, mert a tűz és a füst gyorsan terjed felfelé. Sajnálom, tűzoltószem, és bocsánat, Bella. Én csak a meccset akartam megnézni, de tudom, hogy a pizzákra kellett volna figyelnem. Oh, megértelek téged, Norman, csak hogy tudd, én is úgy szeretem a focit, ahogy te. Tényleg? Hajrá, tízes tömlők! Hajrá, tömlők! Mamma mia! Ez aztán bellissimo! Kérhetek egy autogramot? Elnézést, hogy megszakítom az ünneplést, Norris! De elfelejtetted a jó öreg szabályt, a nyertes fizet! Hogy mondtad? Körbe telefonáltam. Már sehol nincs nagy karácsonyfa. De egész körmöspálcás számít ránk, Sam. Most akkor mit tegyünk? Igen, Penny? Sam, óriási hóvihar közeledik felénk. Értem. Hívd fel Moosey-t, ellenőrizze, hogy van-e valaki a hegyen. Már is indulok. De Sam, mi lesz a fával? Most félre kell tennünk a fát, Mrs. Chen. Hóvihar tart a város felé. A helyében hazamennék. Oké, Penny, fogom a felszerelést és körbenézek. Mennyi hó? Igen, olyan karácsonyos. Szóval, hol van a varázslatos karácsonyi meglepetés? Odafent. Ma elmegyünk együtt egy varázslatos szánkózásra. Igen! Találtál valakit, Moosey? Még senkit, Penny. De tovább megyek. Ott vagyunk. Már lassan. A szánkó a következő csúcson lesz. Na és varázslatos és karácsonyos lesz, nagypapa. Ó, igen, imádni fogjátok. Ez a legcsodálatosabb, legelképesztőbb szánkó, amit valaha láttatok. Azért nem hívnám csodálatosan elképesztőnek. Inkább katasztrofálisnak. De biztosan gyors. Igaz, nagypapa? Így van. Olyan gyorsan fogtok csúszni, hogy úgy érzitek, repültök. Gyerünk, üljetek fel. Ja, ennek nincs karácsonyi hangulata. Jaj, szálka állt a fenekembe. Kapaszkodjatok, gyerekek, indulunk. Ó, milyen erős a szél. Nem szeretem a szelet. Úgy látom, hóvihar közeleg. Jól van, mindenki szálljon le. Ne! Gyere vissza! Gyorsan le kell jutnunk a hegyről. De azt sem látjuk, merre tartunk. És kezd nagyon hideg lenni. Ez a karácsonyos, karácsonyi meglepetés a legrosszabb! Mi a grizzly? Csibész? És mikor került ide? És hol van Gerett? Gyere, Csibész, hívjuk fel tűzoltó szemet! A felerősített reklámon miatt jötte? Nem, láttuk Mandy poszterét. Mikor kéne visszaérniük, Sam? Hamarosan, Joe. Megkérdezem Pennyt, hogy látja-e őket. Látod őket, Penny? Egyre többen várnak már rájuk. Még mindig semmi, Sam? Remélem, nincs semmi bajuk. Ügyes kislány! Egy rakéta! Biztosan Ben és Hannah bajban vannak! Jelzőrakétát lőttek fel a körmöspálcás szigetről. Jelzőrakétát lőttek fel a körmöspálcás szigetről. Hé,
Penny, készítsd elő Neptunuszt! Elvis már úton van! Kutassátok át a szigetet, én a környező vizet ellenőrzöm. Hana! Ben, itt vagyok. Még messzebbre sodródtál. Igen, elsodort az áramlat. Átkutatják a szigetet. De mi itt vagyunk. Van valami? Semmi, Penny! Sam, nincsenek a szigeten! Nem lehetnek messze. Kutassatok ott tovább. Én északra megyek. Itt vagyunk! Ugye nem ragadtunk itt a tengeren? Nem, Hana. Sam és a csapat keresnek minket, és meg fognak találni. Mondtam! Ez Ben és Hana. Megvannak! Úton vagyunk! Látjátok? Így kell egymáshoz illeszteni a faágokat. Nos, addig, amíg ti nekiláttok a kis állataitoknak... Mi elkezdjük fonni a nagyot! Én egy teknőst készítek. Te mit akarsz fonni? Én mókust választottam. Bocsánat, ez nekem kell. Tessék! Ez meg nekem! De hát így egy águnk sem maradt. A mi ágainkat is elvitték. Az enyémet is. És még nincs kész. Nem sokára nagyobb medvénk lesz, mint amit Újváros vademberei meg tudtak építeni. De kellenek még ágak. Gyertek, srácok, segíthettek az elkészítésében. Csak ha így is megkapjuk a vadonász jelvényt. Úgy ám, fiatalok, ez lesz a legmagasabb fonott medve a világon. Brum! Hurrá! Ha nem lehet legyőzni őket, tarts velük, azt hiszem. Sam bácsi! Kitaláltam, mit csináljunk! Ellenőrizzük a füstriasztóban az elemeket! Jó ötlet, James! Nagyon fontos, hogy a füstriasztó megfelelően működjön. Szopi! Végre! Na, mit szóltok hozzá? Elképesztő! Teljesen le vagyok nyűgözve. Klassz! Nagy és vad! Elég vad a... Körmöspálcási vademberekhez! Le kéne fotózni. Remek ötlet, Mandy! Mindenki álljon a fonott medve elé! Várjatok, míg Újváros vademberei meglátják! Mindenki lépjen hátrébb! Ez az, így sokkal jobb! Akkor most mondjátok, hogy... A grizzly mindenit! Jobb, ha hívjuk tűzoltó szemet! Nem tudjuk! A rádió a sátorban van! Berohanok a mentőközpontba és hívok segítséget! Trevorral majd vigyázunk a gyerekekre! Nyomás, srácok! Remélem a tűz nem terjed tovább az erdő felé! Hívjuk tűzoltó szemet! Bip-bip-bip! Bip-bip-bip! Célterület! A konyha teljesen tiszta. Azt hiszem, Steel parancsnok végre lemondott a karamellalmákról. Nem, ott bujkál, nézd csak! Ó!
ütött ki egy gyerek zsúron a kávézóban. Tűz ütött ki egy gyerek zsúron a kávézóban. Hozd a tömlőt, én hozom a feszítővasat. Levegő 100%. Levegő 100%. Készen állsz? Készen. Cridlington tűzoltó. Levegő 100%. Mindenki maradjon a helyét! Egyszerre csak egy! Fogd meg a kezem és hajolj le! Kint vagy, Mandy! Szaladj ide! Hol van Sarah és James? Minden gyereket kimentettünk, de maradjon mindenki távol, míg nem oltjuk el a tüzet. A nyugalomról. Bocsánat, Sembácsi! Annyira lefoglalt minket a nagy versengés, hogy mindenkit veszélybe sodortunk. Ne feledjétek, hogy a gyertyákat biztonságos távolságba kell helyezni más tárgyaktól. És szemmel kell tartani őket. Nagyon könnyen tüzet okozhatnak. De ettől biztos, hogy felvidultok. Karamell alma! Egyet neked? Én is! Egyet neked. Mindenki a helyére! Ideje felvenni a bámulatos síugró jelenetet! Most mit kell csinálnom? Egyszerű! Csak síjelj fel a rámpára, ugord át azt a hegyet, és két lábon érkezz a matracra! De nem akarok ugrani! Helvéte! Gyerünk, James! Csinálni. Minden fejjel lefelé áll! Hívom is tűzoltó szemet! Ryan McChin bámulatos ebben a filmben. Egy rendőrt játszik, aki beépítettként dolgozik egy tangóiskolában. Tangozzunk ki! Vacsorázni! Csak nem Ryan McChin! Ő a világ legjobb színésze! James Jones fejjel lefelé lóg egy fán! Nyugalom, James! Már is jövök! Megvagy! Köszönöm! Két ingyen jegy az új kémfilmem premierjére. Tessék! Ebben lesznek a világ leges-leglátványosabb mutatványai. Remekül hangzik, csak ügyelj rá, hogy ne legyenek túl veszélyesek a mutatványok. Úgy lesz! Gyorsabban! Nyomás! Ez a kocsi üldözős jelenet eszméletlen lesz! Mindent felvettél, Sarah? Igen, fel! Jól van, James! Szírozd meg azt a dobozfalat! És most jöhet a látványos ütközés! Nem fog menni! Nyugalom, James! Hívom tűzoltó szemet! Ez a McChin fickó egy nagy ágyú. A fiatalkori énemre emlékeztet. Ez James, egy elszabadult gokártban hajt a rakpart felé. James Jones egy elszabadult gokártban hajt a rakpart felé. Én is ezt mondtam. Segítség! Hol vagyok?
Tartsatok, szanyomotban vagyok! Megvan! Hiha! Bámulatos mentés, Sam bácsi! James, a dobozoknak kellett volna ütköznöd. Ha, talán jobb lenne, ha én lennék a saját kaszkadőröm. Azt hiszem, hogy ezek a mutatványok túl látványosak, Norman. Sajnálom, Sam, de ne aggódj, már csak egy jelenet marad hátra, és egyáltalán nem lesz veszélyes. Esküszöm. Mi folyik odalent? Úgy hallom, Steel parancsnok a kézikocsit javítja. Most arra már biztos denevér szárnyakat növesztett, és fejjel lefelé lóg. Szegény Mandy nevér. Múzi, van itt egy barlang térkép. Már is adom. Ezek a barlangok errefelé haladnak a hegy belsejében, a régi bányák útvonala pedig erre van. Közel húzódnak egymáshoz. Pont, ahol Mandy is beszorult. Indulásra kész! Hála két szakinak! Két irányítóra is szükség lesz. Ki tart velem? Az életmentés sokkal inkább a te asztalod, Norris. Penny! Hallasz engem? Penny! Álljatok hátrébb! Állj ide mögém, Mandy! Az egész hegy remeg! Ne aggódj, Mandy, ez csak szem! Mandy, mi történt? Ne haragudjatok! Nem kellett volna leszakadnom, de megláttam egy denevért! Én tudtam! Használta a varázserejét és átváltoztatott! Várj csak egy picit! Nem is lettél denevér, Mandy! Ne butáskodj már, Norman Price! A denevérnek ehhez semmi köze! A barlang rendkívül veszélyes hely, Mandy! Együtt kell maradni a csoporttal, és nem szabad elkószálni! Tudom, tűzoltószem! Ne haragudjatok rám! És a denevérek nem bántanak, Norman! Nézd csak! Itt is egy! Én is denevérré változom! A csapkodása már kezd hasonlítani. Így nem kell a föld alá mennem, hogy tanulmányozzam őket. Elég, ha megfigyelem Normant, a denevért. A vízimentő egyenruha megtartja a hőt a vízben, és élénk színű, hogy feltűnő legyen. És egy-egy síp is van rajtuk. Imádom a sípot. Sam, éppen időben. Ó, köszi, Penny. Lássuk, milyen gyorsan tudtok felöltözni. És rajt! Szép volt, srácok. Most vetkőzzetek le, visszamegyünk az állomásra, és meglátjuk, milyen gyorsan veszitek fel az állatmentő egyenruhát. Minden rendben, Elvis? Ó, igen, meg vagyok. Menjetek, mindjárt csatlakozom. Szóval, keményen fogunk dolgozni, nagyon keményen. El kell készítenünk annyi pizzát, amennyi nagyapának kell. Sara, ne játsz a ninja répával! Segíts pizzát sütni! Bocsi, James! Igen, James! Mármint igen, a séf! Hello, James!
Csak ellenőrizni szerettem volna, hogy álltok, tudod? A pizzákkal! Minden rendben, nagyapa! Időben készen lesznek! James, még meg kell sütnünk őket. És nincs sok hely a sütőben. Ha! Van még egy sütő az emeleten. Sarah, vidd fel azokat a pizzákat a sütőbe. Igyekezz már! Ennyi. Már nem tehetünk több pizzát a sütőbe. Betettem amennyit tudtam az emeletibe, James, mármint séf, de még mindig rengeteg van. Nálunk is van egy sütő. Remek! Vidd a maradékot és tedd a sütőtökbe, Hana! Menj, menj, menj! Igen, séf. Igen, nagyon jó. Cridlington, úgy látom, maga a vízimentő egyenruhában van. Igen. Nem tudom levenni. Akkor ne mozduljon. Azt hiszem, van hozzá megfelelő eszköze. Az állatmentő egyenruha színe lágyabb, hogy ne ijedjenek meg tőle az állatok. Olyan anyagból készült, amiben könnyen lehet mozogni. Nos, lássuk, milyen gyorsan tudjátok felvenni. Gyorsan, Cridlington, vegye fel az állatmentő ruhát. Ó, ne! Steel parancsnok úr! Hello, körmöspálcás! Szeretném nektek bemutatni a bandám legújabb tagját, a gitármester 2000-et! Van egy hely, amit ismerek, ahol mindig közöttek. Az új bandatag nem ért folyam, mint Elvis, igaz, apa? Olyan lesz! Tekedd fel szépen, Joe! Elvis sosem csinálná így! Apa, le kell állnom! Valaki hívja gyorsan tűzoltó szemet! Mike Flagg gitárgépe elszabadult, és felgyújtotta a színpadot. Mike Flagg gitárgépe elszabadult, és felgyújtotta a színpadot! Elvis, Ellie-vel hozzátok Jupitert. Penny, ti Arnolddal hozzátok Vénuszt. Én hozom Merkurt. Ellie, Arnold, vigyetek mindenkit biztonságba. Elvis, kapcsold le az áramot. Penny, te segíts eloltani a tüzet. Vettem, Sam. Áram lekapcsolva, Sam! Nem hiszem, hogy a gitármester 2000 elő tudja adni a szólóját. Mindenki hátrébb! Igen, legalább 5,5 méterre el kell távolodnotok a biztonságotok érdekében. Eloltottuk, Sam! Sajnálom, hogy a gitárgépem tüzet okozott, Sam. Szerencsére senki sem sérült meg, Mike. Na, nem akartok mondani valamit egymásnak? Álljon össze újra a banda! Jó, igen! Tetszett a zsonglőrködés, de hiányzott a duba-duba-puff-puffod. Nekem meg hiányzott a plank-plank-plankiti-plangod. Várjunk csak! Én sohasem játszottam plank-plank-plankiti-plangot. Én meg duba-duba-puff-puffot. Azt játszottam, hogy plangi-plangi-plangi-csing. Én sose hallottam csinget. És ami a blam-blam-blibidi-blummodat illeti. Pontosabban blam-blam-blibidi-blum. Rossz napod van, Charlie. Volt már jobb is. Talán elmehetnénk sétálni. Igen, apa. Okay, apa. Később találkozunk, Tom. Jó szórakozást. És most jöhet a piherés.
biztos menő lehet helikoptert vezetni. Nagyon menő. Nem olyan menő, mint tomboló viharban halászhajót irányítani. Oké. Szerintem, ha mind tartunk valamit, mint ez, akkor igazán önkéntes tűzoltónak fogunk kinézni. Jó ötlet, Trevor. Ó, enyém a tömlő. Igazából, Mike, szerintem fő önkéntes tűzoltóként nekem kéne tartanom a tömlőt. Én szeretném fogni a tömlőt. Én is. Ki mondta, hogy csak férfiak tarthatják? Nem, ez az enyém. Nem, elengedni. Na, Ne, enyém. Oké, Trevor. Engedjük el, Dilis. Jó ötlet, Helen. Inkább a strandra kellett volna mennem. Ne. Azt hiszem, már nem körmös pálcáson vagyok. Ne. Tom, ne es pánikba. Nyugi, használd a helikopterpilóta kiképzést. Gyerünk, ma partra úszni. Igen, ez az... De merre van a part? Oké, se pózolás, se bátor arcok, ne fogjatok semmit. Csak álljatok Jupiter előtt, legyetek önmagatok. Oké, Sam. Jó lesz, ne mozduljatok. Mindjárt. 3, 2... Add vissza a kolbászom! Ne! Vissza! Gyere vissza! Hol van Tom? Eltűnt a gumicsónak! Miért menne a vízre gumicsónakban ilyen időben? Dagály volt és elérte a csónakot. Tom biztosan elaludt és a ködbe sodródott. Gyerünk, gyerekek! Hívjuk tűzoltó szemet! Elveszett a ködben, a tengeren. Tom elveszett a ködben, a tengeren. Sajnálom, önkéntesek. Nektek kell képet csinálni. Benny és Ben! Tom eltűnt. Készítsétek elő Neptunuszt és Titánt. Vettem, Sam. Vettem, Sam. Elvis, te gyere velem. Oké, Sam. A sárkány! Egy lépés se tovább! Mivel én vagyok a sárkányok királya, még végeznem kell rajta egy utolsó simítást. Hogyha a sárkányok királyának tűzokádó sárkánya lesz, én leszek a legnagyobb király a világon! Íme! A sárkányom! Elképesztő! Hihetetlen! Felgyulladt! Mi? Wow! Oh. És éppen felénk tart! Jaj, ne! Pont az állomás felé tart! Legjobb lesz, ha hívom tűzoltó szemet! Tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie pajtáját. Na, ez új. Egy tűzokádó sárkány felgyújtotta Bessie pajtáját. Az én Bessie-m ott van. Levegő 100%. Levegő 100%. Bessie! A tüzet eloltottuk, és Bessie jól van, uram. Köszönöm, Sam. Hát, Eli, talán nem sikerült elvégeznem a füstszobás gyakorlatot, viszont megküzdhettem egy tűzokádó sárkánnyal. Így van, Elvis. Ó, jaj!
Úgy tűnik, hogy Norman most kiadós fejmosást fog kapni. Tűzoltó szemtől? Nem, rosszabbtól. Norman Price, el se hiszem, hogy majdnem felgyújtottad Steel parancsnok úr Nellyjét. Úgy hívják, hogy Bessie. Steel parancsnok úr Bessie-jét, Norman! Sajnálom, anya. Hidd el, nem szándékosan csináltam. Tudom, hogy baleset volt, Norman, de a tűzzel játszottál, és azt sohasem szabad, ezt ne felejtsd el. Tudom, tűzoltó szem. Soha többé nem teszem, anya. Én nem hiszem, hogy ez jó ötlet, Norman. Szerintem az. Mostantól itt lakik Pingvin úr. Ez az új otthona. Szórakoztató pingvin tartani a szobámban, mint ahogy azt gondoltam. Igazán? A szobád tönkrement és halszaga van. Talán vízbe kéne tenned őt. A körmes pálcás úszoda közel van. Vigyük oda őt! Most! De hát hogy vigyük el az úszodához, anélkül, hogy bárki is meglátna minket? Mit csináljak ezekkel a dobozokkal? Nos, Elvis, jobb lenne, ha most te töltenéd ki a tűzcsap adatait. Oké, Sam. Így nem fogok szegény, kicsi, elveszett totyogó pingvínre gondolni. A nyomás 1,7 bár, Elvis. Csak ennyit kell leírnod. Uh-huh. 1, vesztő, 7. Elvis, mit csinálsz? Gondoltam, készítek egy eltűnt posztert a pingvéről. Hát, ha valaki megtalálja. Inkább megjegyzem, hogy 1,7 szem. Ez nagyszerű ötlet, Penny. Jól van, pingvin úr. Ideje, hogy élvezd végre a kolbászokat. Ha? Kolbász? Ebben csak kolbászok vannak. Rossz dobozt hoztunk el. Akkor hol lett, pingvin úr? Hol? Nos, melyik is legyen? Az esős nap Rillben, vagy az óceán szele Cardiff felett? Ó, mindkettő jó lesz. Kinyitom még ezt a dobozt. Utána nekilátok a töltött paprikának. Vajon mi lehet benne? Ó, ne! Az illatgyertyáim! Ó, ne! Nem tudok kimenni, túl sok a doboz, fel kell mennem. Ó, jaj, még sosem vittem emeletre pingvint, de egyszer mindennek eljön az ideje. Már mindenfelé kerestük azt a rókát, Hannah. Jobb, ha lassan elindulok vissza. Ne! Trevor, kérem! Ha nem találjuk meg, anyu nagyon mérges lesz. És ha elmegy, sosem jutunk vissza. Tudja, igazi hős lenne, ha segítene nekünk, Trevor. Há? Belement valami a szemedbe, Norma? Nem, én... Nézd, fenn a fán! Látok valami vöröset, és mozog is. Megvan a róka! Leszedem onnan! Ne mász fel! Túl magas ez a fa! Bízz csak rám! Végtére is! Én vagyok az úttörők vezére! Bárcsak ne ettem volna meg azt a húsos pitét ebédre! Még feljebb, Trevor! Most egy kicsit balra! Ez az! Sikerült! Ez nem is róka? Hát akkor mi? Papírsárkány. Nem esett baj a Trevor? Talán nem. Ideje hívni tűzoltó szemet. Megnyugtat.
megmutathatlak mindnyájatokat. Radarkutyus teljesen egészséges. Hurrá! Most kissé összezavarodtam. Akkor miért olyan bánatos radar mostanság? Arról fogalmam sincs. Ügyes fiú! Megérdemled a kedvenc csokis nasidat. Nem erészeld! A csokoládé nem tesz jót a kutyáknak. Sok ilyen csokis nasit adtál neki. Hát, nem. Igen. Egy keveset. Rejtély megoldva. Trevor Evans egy szikla széléről lóg lefelé. Trevor Evans egy szikla széléről lóg lefelé. Penny, mi ketten Vénusszal megyünk. Elvis, szólj Tomnak, hozza a helikoptert. Vettem szem. Kapd el őket! Büszke vagyok rád! Tartson ki, Trevor! Itt jön tűzoltószer! Kösz, már látom! Megvagy! Norman, mi ez? A mamád végre megengedte, hogy kutyát tarts? Nem! Ez Phyllis néni kutyája. De ha megmutatom anyának, hogy milyen jól tudok gondoskodni róla, akkor talán majd lesz saját kutyám! Indulhat a folyómenti séta? Ó, igen, itt van az utazó csomagom a kézitáskám, és egy táska Phyllistől tele kutya felszereléssel. Jól van. Oké, megvagyunk. Ezt figyeld! Ugorj! Ugorj! Be! Be! Norman, ha meg akarod mondani egy kutyának, hogy mit csináljon, akkor mondd a nevét. Mondd, hogy ugorj be... Lady Puffy Tappancs. Hogy mondod? Lady Puffy Tappancs. Norman, nem értem. Hogy hívják a kutyát? Lady Puffy Tappancs a neve. Anya, miért mondtad el? Olyan ciki ez a név. Rettenetes. Oké, az íróasztal a helyére került. Biztosan ezt akarod? Nagyon... Mike Flat beszél. Hello, Charlie! Szivárog az iszapszivattyú? Szólj se többet, Charlie, már is indulok! Jó reggelt! Mondjátok, mi a helyzet? Szia, parancsnok úr! Elment Newtownba. Én felelek az új íróasztaláért. Penny, láttad egyáltalán Steel parancsnok úr új íróasztalát? Nem, miért? Ez csodálatos. Egyáltalán nem az. Szóval piknik lesz, mi? Gyorsan, nézzétek! Norman mit csinál? Kérlek, csináld, amit mondok! Most végre van esélyem megmutatni mindenkinek, hogy milyen nagyszerű gazdi vagyok. Jó kislány! Most maradj! Ne feledd, mit mondott Sam! Mondd ki a nevét, ha utasítani akarod! Oké! Maradj! Lady Puffy Tappancs, maradj! Adjál már! Mondom, maradj! Összenyalta az arcomat! Nem hiszem el! Talán még nem áll készen a saját kutyára. Nem, talán nem.